Sziasztok! Továbbra is a Koordináta Geometria témakörében vagyunk. Ma a szakasz adott arányú osztópontjaival fogunk megismerkedni. Először is a szakasz felező pontjával, utána majd rátérünk a háromszög súlypontjára. Ugye meg fogjuk adni a koordináta rendszerben egy szakasz felezőpontjainak pontjainak a koordinátáit, lényegében a végpont koordináták segítségével. Ha elképzelünk a síkban egy A, B és C pontot a megfelelő koordinátáikkal, akkor mondjuk az A és a B szakasznak az F felező pontját a következő képlettel lehet kiszámolni, hogyha az első, az A pontnak az első koordinátájához hozzáadom a B pont első koordinátáját, elosztom kettővel, a második koordinátáját pedig úgy kapom meg, hogy a az A pontomnak a második koordinátájához hozzáadom a B pontom második koordinátáját, és osztom kettővel, tehát szómi szó a szakasz felező pontjainak ö, koordinátái egyenlőek a végpontok megfelelő koordinátáinak számtani közepével. De hogy hogy is kell ezt elképzelni, hogy úgy letisztuljon, hogy miért így ö, alkalmazzuk ezt a képletet, azt a következő módon ö, képzelhetjük el és sajátíthatjuk el. Van egy koordináta rendszerem, és van nekem mondjuk egy A pontom, a síkban is annak van egy koordinátája az A1, A2, a B pontom mondjuk itt van, koordinátája B1 és B2, és ennek az AB pontok alkotta szakasznak az F felező pontjára vagyok kíváncsi. Hogy is számoljuk tehát ezt ki, és hogy is fogjuk ezt a gyakorlatban mi megoldani az ilyen típusú feladatokat? Tehát a hely megadásához használhatunk olyan vektorokat, melynek a kezdőpontja az origó. Szóval mindegyik ponthoz behúzzuk a hozzájuk tartozó helyvektorokat. Az A pontba mutat az A helyvektor, a B pontba mutat. A B helyvektor, az F pontba pedig mutat az F helyvektor. Ha emlékezünk rá, hogy mik is azok a helyvektorok, ugye a vektor koordinátái megegyeznek a végpont koordinátájával. Ez lényegében a helyvektor. Tehát az A helyvektoromnak a koordinátája ugyanaz, mint az A pontomnak a koordinátája. Tehát A1, A2. A B vektoromnak a koordinátája B1, B2. Az F helyvektoromnak a koordinátája pedig az F1, F2, és ugye erre leszek én kíváncsi az F pont e koordinátájára. Ugye most jön az, amit az előző videóimban is elmondtam a vektor egy témakörnél, hogy alkalmazzuk a paralelogramma módszert, hogy meg tudjuk állapítani az AB szakaszomnak az F koordinátájának a, az F koordinátáját, hiszen behúztuk a megfelelő helyvektorát, az F vektort, amit most már tudunk, ha eddig nem tudtuk volna, hogy a helyvektornak a koordinátája ugyanaz, mint a végpontjának a koordinátája. Tehát paralelogram a módszert fogunk alkalmazni a képlet bizonyításához úgy, hogy ha emlékezünk rá, akkor az A vektorral párhuzamost húzunk, ugye ez az A vektor, a B vektorral is párhuzamost húzunk, itt van a B vektor, és az A és B vektor által meghatározott paralelogramma átlójára vagyunk kíváncsiak, és megtanultuk a vektor összeadás szabályánál, hogy szabad kezdőpontból a szabad végpontba mutató vektor az összeadás vektor lesz. Ugye ez. A paralelogramma átlója tehát az A plusz B vektor. Ez egy kis ismétlés, ez nem okozott senkinek sem ö, nehézséget. Tehát megvan az A plusz B vektorunk, és ha rápillantunk a rajzra, akkor belátható, hogy ez az A plusz B vektor, tehát a paralelogrammáknak a az átlója az lényegében az F vektorunk fele. És ugye így érkeztünk el ahhoz, hogy az F vektoromat ugye meg tudom úgy kapni, hogy az A plusz B vektor Per És így jutottunk el a, a képlethez, hogy az F felező pont koordinátája. Tehát, mivel a helyvektornak a koordinátája ugyanaz, mint a végpontjának a koordinátája, A1 plusz B1 per 2, a második koordinátája, A2 plusz B2 per 2. De hogy, hogy is néz ki ez a gyakorlatban? Azt most mm, meg fogjuk látni. Oldjuk meg ezt a feladatot. Ugye van egy A pontom 4 1, B koordinátákkal, és ennek az, az általuk meghatározott szakasznak a felező pontjainak a koordinátájára kíváncsi a feladat. Tehát az F1-re és az F2-re. Ez a kérdés. Először is vegyük fel a megfelelő pontokat, az A-nak. 4, 1, a B-nek pedig mínusz 1, 6. Itt pedig a B pontom. Ez a két pont meghatároz egy szakaszt, és ennek az F felező pontjának a koordinátájára kíváncsi a feladat. Ahogy az előző diában láthattuk, az ilyen feladatokat úgy kell megoldani, hogy az origóból mindhárom pontba behúzzuk a helyvektorukat. A B-be mutat a b pontba mutat. A b helyvektor az a pontba mutat. Az a helyvektor és az f pontba pedig mutat az f helyvektor. És ugye ezeknek a koordinátája megegyezik a végpontjuk koordinátájának, tehát az a vektornak 4 1, a b vektornak -1 6. Hát az F vektorit azt jelenleg nem tudjuk, hiszen azt keressük, az az F1 és az F2. Ugye a végpontjaival megegyezik. Az A pontból a B-be mutat az AB vektorom, ugye és az AB vektorom, az hogy számolom ki az AB vektoromnak a koordinátáját? Hát az lényegében, ugye, ha jól megnézzük, az nem lesz más, mint a B-A vektorral fog egyenlő lenni. A B-A vektorral lesz egyenlő, ugye, a vektorok végpontjait köti össze, és ugye ez a különbségvektor, tehát az A-ból a B mutató vektorunk az a b-a vektorral lesz egyenlő, vektor műveleteknél megtanultuk, akkor ez lényegében nem lesz más, mint a b vektorból kivonom az a vektort. Megkaptam, hogy az AB vektorom az mínusz 5-5 lett. És ugyebár, ha ránézzünk a rajzra, itt az AB vektorom. Az A pontból a B-be mutató vektorom. És az F pont továbbra is az a kérdés, hogy ennek mi a koordinátája. És látjuk, hogy az AF vektor az az AB vektornak a, a fele. Ugye itt van az AF vektor. Az AF vektor az lényegében, az AB vektoromnak a, a fele. Azt az AF vektort nevezzük el mi V vektornak. Ez a V vektor. Ne tévesszen össze, ide rakok egy úrkat ez a B. Ez a V vektorom, az AF vektor, amit ide is fogok nektek írni, hogy az AF vektor jelen esetben a V vektor. Ugye. Azt mondtam, hogy az AF vektor az AB vektor fele, azaz, ezt ki lehet számolni úgy, hogy az 1 2 szer az AB vektor, ami itt van, mínusz 5, 5, most számoltuk ki az előbb, és kijött az, hogy az AF vektorom az a mínusz 5 2 5 ketted lett. Tehát az AF-vektorom, vagyis a V-vektorom, az A-ból a, a V-be mutató vektor, ugye ö, lett mínusz 5 ketted, 5 ketted. Továbbra is az a kérdés, hogy mennyi az F-vektor. Ugye a vektoroknál, ö, ha nem is alkalmazzuk a képletet, csak nézzük a rajzot, és az F vektoromra vagyok kíváncsi, akkor könnyen belátható, hogy hogyan fogjuk mi tudni kiszámolni egyszerű ábrából vektor műveletek segítségével az F-vektort. Ha jobban megnézitek, ugye az A vektoromnak a koordinátája ugye 4-1 volt, akkor a V vektorom koordinátája, az az AF vektor. És két vektor ugye egymás összefűzése, vektor összeadás kell, hogy eszünkbe jusson. Az F vektort lényegében, tehát a kettőből úgy kapom meg, hogy hozzáadjuk az A vektorhoz a V vektort, és megkapom az F vektort, ahogy egy ilyen sima összefűzési vektor összefűzésnél megtanultuk, az A és a V-nek az összege lesz az F vektor, tehát a 4 egyet, tehát az AF vektoromat hozzáadom, az a, a, tehát az A vektorom, ami 4-1 volt, ahhoz hozzáadom a V vektort, tehát az A-F vektort, amit itt kaptam. És abból azt kapjuk, hogy az F ö, helyvektornak a koordinátája 3-2-7-2 lett, és mivel ugye ez helyvektor, azt számoltuk ki az F pontnak a helyvektorát, végpontjainak a koordinátája és ugyanaz lesz, mint a helyvektor koordinátája, tehát az F pontnak a koordinátája 3, 2, 7, 2. Ennyi lett volna a feladat. Ugye ezt egyszerűen is meg lehet oldani, ezt a feladatot, csak így akartam megmutatni, hogy hogyan is kell elképzelni ezt az egészet, hogy alkalmazzuk a vektorokról eddig tanultakat. De itt ugyanez a példa, de most nem rajzolunk, hanem csak simán számolunk. Ugye van egy a pontom mínusz 2, 5 B pontom 7, mínusz 10 zel koordinátákkal mennyi ennek a szakasz pontnak a, a, koordinátája. Hát ilyen esetben ugye megtanultuk, hogy az F pont felező pont koordinátáját a következőképpen számoljuk ki. És lényegében visszahelyettesítjük ezt, az A1 ugye mínusz 2, 7 per 2, és akkor a B-vel is ugyanezt megtesszük. 5 ketted, mínusz 15 ketted lett az A és B szakasznak a felezőpont koordinátái. A következőekben pedig megyünk a, a háromszög súlypontjainak koordinátájához.